hogyha addig vettem 2 kilót, most 1 kilót veszek. Az árak szépen felmentek. Így szemléltette Nyíregyházán a búzatéri piac egyik vevője az alapvető élelmiszerek, legfőképpen a zöldségek és gyümölcsök utóbbi időben tapasztalható drágulását. Az árak egyébként például a paprika esetében a standok között is lényegesen eltérnek. Egyes helyeken 4-500 forintért is kapható volt, máshol azonban a 600 forintot is meghaladta 1 kilogramm ára. A gyümölcs, zöldség, krumpli, mindennek az ára, és a nyugdíj pedig nagyon alacsony ahhoz képest, a tavalyihoz képest is nagyon borzasztóan alacsony. És most, ha az ember végigmegy a piacon, akkor is látja, hogy az árak milyenek. A nyugdíjemelés jövőre 3%, legalább 10% kéne olyan nyugdíjasnak, mint aki én is 82 éves vagyok, és bizony lassan megy fel a nyugdíj, tehát nem követi az árakat, és ez nagyon nem jó. A piacon más vásárlók is panaszkodtak arra, hogy a drágulás az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest is szembetűnő. Általában a szamócát, a gyümölcsöket, tehát a zöldségeket már évek óta ilyen rossz, a burgonya, a karalábé, minden nagyon elszálltak az árak itt, sajnos. Az árusok is csak megerősíteni tudták a drágulást. Az általunk megkérdezett hölgy ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a nyári szezonra jellemző legkelendőbb zöldségek árai a járványhelyzet tetőzése során ugrottak meg leginkább. Mint mondta, ebben az időszakban a kereslet csökkenés miatt is kénytelenek voltak emelni, az utóbbi pár hétben azonban már érzékelhető volt némi mérséklődés a vevők visszatértével. Most már lejjebb ment egy kicsit a paprika paradicsom ára, észrevehető, most már többen visznek le csól főzéshez, vagy sütéshez, de eddig is volt vásárlóerő, ha kevesebbet vettek, 1-2 darabot, de akkor is volt. Ugyanúgy megveszik a drágább koktélparadicsomot, nyilván az finomabb. A hazai zöldség és gyümölcsök árnövekedése visszavezethető a kedvezőtlen időjárásra. Az importáruk drágulását pedig elsősorban a forint folyamatos inflálódása okozta. Ezt a tendenciát egyébként a Központi Statisztikai Hivatal legutóbb közzétett adatai is alátámasztották. Ezekből az derül ki, hogy az élelmiszerek ára tavaly május óta átlagosan több mint 8%-kal emelkedett. A legdrámaibb változás a friss gyümölcsök esetében keletkezett. Itt 39%-ról beszélünk, de 20%-kal emelkedett a sertéshús és több mint 19%-kal az idényáras élelmiszerek, így a burgonya és a friss zöldségek árai.